ami egyébként azt mondtam még a múltkori videómban egy nagyon rejtett DeFi lehetőség és azt gondolom, hogy ez még korán sem volt semmi. Rendben, üdvözlök mindenkit a Decentralized Finance Hungary újabb videójában. Úgy, úgy tűnik kezd visszatérni a jó idő és ezzel együtt a jó hangulat is a piacokra. A mai videóban szeretnék nektek pár érdekes lehetőséget bemutatni itt, illetve az előző videóra visszamenőlegesen pár érdekes információt is hozni, tehát itt fogunk beszélni elsősorban majd az Avalanche Blockchains-ról, amivel ma egyébként össze is öltöztem. Ezen felül fogunk beszélni egy olyan luxus piacról, ami nem lesz más, mint a Monaco Markets. Monaco Markets lehetőséget nyújt arra, hogy NFT-ként tudja az ember adni-venni a különböző luxus cikkeknek a termékei, tehát itt fogunk beszélni különböző karórákról, amiket NFT-ket meg lehet vásárolni, és értékeikben nagy valószínűséggel növekedni fognak tovább. Itt fogunk beszélni különböző limitált szériás um, divatcikkekről, is, amiket itt NFT formában el lehet adni és venni, illetve aki érdekelt ebben a projektben, az részt tud venni abban a pre ben amit ez a projekt indít, tehát itt lesz nekünk egy olyan lehetőségünk, hogy be tudjunk fektetni ebben a projektnek a konyába is, ami ugye a Collect Coin lesz tehát érdekes újítások érkeztek itt is, tehát úgy látjuk, hogy itt a web 3 világ megpróbálja a hagyományos kereskedelmi platformokat is beszippantani, tehát itt ugye pontosan jól tudjuk, hogy a következő időszakokban decentralizált YouTube lesz, decentralizált Spotify lesz, és itt ugye különböző törekvéseket látunk például a Gala Music-tól, illetve egyéb más projektektől. Ami viszont ma Bezárólagosan még fog inket érdekelni az MSZ, mint a DeFi Kingdoms, ugye a DeFi Kingdoms blockchain is, ami a múltkori videóm óta elég nagy emelkedést adott le. Tehát aki figyelt és kifejelte azt a lehetőséget, amit ez a Jewel token Jewell Token e, tartalmazott, ez a rejtett DeFi lehetőség, annak gratulálok, mert most ebben a bikás hangulatú piacban úgy tűnik, hogy nagyobb erőre tudott kapni ez a befektetés is, és azt gondolom, hogy ez még korán sem a vége a történetnek, hiszen itt olyan érdekes információk jöttek a Twitteren, amik igazán bikásak lehetnek abban az esetben, hogyha a piac is további pozitív hangulatban tud tovább haladni. Mielőtt bele olyan videóban felszedném hívni a figyelmet egy olyan lehetőségről, hogyha szeretnél tanulni, akkor van itt egy olyan lehetőséget, hogy a Decentralized Finance Hungary oldalon a Defi Angry oktató videót meg tud tekinteni, hiszen pontosan az ilyen nyugodtabb időszakokban, csendesebb időszakokban érdemes felszippantani azt a tudást, ami akkor lesz igazán jövedelmező, mikor beindul ugye megint az a hype, az a felfutási időszak, amiben tényleg tudni kell az embernek azt, hogy mit csinál, és ehhez össze is raktam egy olyan oktató videót, ami nulláról százra fel tud téged hozni kriptóban. Itt el tudod olvasni a dfihangri.com-on azokat a tudnivalókat, amit ez az oktató videó tartalmaz, és ehhez egyébként nagyon-nagyon jó kiegészítő anyag az a Decentralized Finance Hungary e-book, amely egy 32 oldalas általam írt PDF dokumentum, amiben minden fontos kifejezést és fogalmat el tudsz sajátítani ahhoz, hogy a decentralizált pénzvék világában kényelmesen és biztonsággal tudj mozogni. Ezen felül, hogyha szeretnél több tartalmat tőlem látni, akkor várlak szeretettel itt a csatlakozás gombra kattintva, abban a videóban elmondom azt, hogy milyen jutalmakban és előnyökben részes ez akkor, hogy a Decentralized Finance tag leszel. Itt kettő különböző szint közül tudsz választani. Amit tudnod kell az az, hogy itt minden ketten szoktam tartani egy live streamet este, ahol is tudtak ugye a kérdezfelek részben kérdezni. Ezen felül minden egyes lehetőségről, pontos, részletes lépésről, lépésről útmutatókat szoktam ide feltölteni, illetve megszoktuk mindig poszt vagy videó formájában azokat a dolgokat, amik ugye számunkra érdekes. Jó, és akkor beszéljünk kicsit akkor a Monaco Marketsről is, ami nem lesz más, mint egy olyan NFT piac tér, ami innovatív módon olyan lehetőséget nyújt számunkra, hogy meglévő tárgyakat, mint NFT meg tudjunk vásárolni, olyan szempontból, hogy ezeket újra el tudjuk adni. Tehát itt egy olyan piac tér alakul ki a Monaco Marketsen, ahol valódi luxus cikkeket, valódi divatcikkeket tud megvásárolni az ember, befektetés szempontjából. Tehát, hogyha végignézünk például a luxus cikkeknek az értékében, mint például a Rolex órák, az elmúlt egy évben a legtöbb Rolex modell ugye megduplázta magát értékében, illetve voltak olyan más márkájú modellek is, mint például a Patek Philippe Nautilus, ami értékükben sokkal nagyobbat növekedtek, és itt például beszéltünk a Tiffany Blue Dial, Tiffany kék számlapos Patek Philippe Nautilusról is, amit például többek között Leonardo DiCaprio és Jay-Z is birtokol, ami miatt ugye a hype Pontosan jól tudjuk például a Bollévi is is, ugyanezek a e, pszichológiai hatások léptek életbe. Megugrott az értéke egész pontosan 6,5 millió dollárig, ami teljes mértékben szürreális, és pontosan ezt láthatjuk most ugye a nyersanyag árak miatt is az, hogy az ilyen luxus cikkeknek az értéke elszállt, és aki például a befektetés szempontjából szeretne vásárolni ilyen termékeket, ilyen cikkeket, az most NFT-sítve meg tudja ezeket tenni, hogy ez azért jó, mert nem kell az embernek bemenni esetleg az authorized dealerből, aki egyébként már kilométerekről fogja érezni róla, hogy csak azért mész be, hogy megvedd és eladó sokkal drágábban az adott terméket, hanem itt te a szürke piacon NFT-ként meg tudod venni, tehát nem kell elmenned érte, vagy nem kell a postaköltségeket kivizetned, hanem itt azt tudod csinálni, hogy nagyon egyszerűen csak megveszed ugye a piactéren NFT-ként azt az adott terméket, hogyha azt gondolod, hogy például egy Supreme pullover sokat fog érni, megvásárolod, és újra el tudod adni. Ami nagyon érdekes, még itt is nagyon-nagyon jó a blokkláncban az az, hogy vissza lehet követni a tulajdonosokat, tehát itt nem kell hinnünk egy leírásnak egyszerűen itt az oldalon, például a mit, mit, képvisel az óra, és kik voltak a tulajdonosai, hanem tényleg le lehet követni azt, hogy kinek a birtokában volt az az NFT, kinek a birtokában volt az adott uh, cikk, és ezáltal például, ha látjuk azt, hogy egy híresség vásárolta meg, aki köztudott módon mondjuk fel tudna emelni az értékét, az, á, az árfolyamat, akkor itt különböző uh, Lehetőséget tud kínálni számunkra ez az NFT Marketplace. Itt ugye beszéltünk akár kártyákról is, aki gyűjt kártyákat, vagy egyéb más dolgokat, akik például szeretnének diversifikálni, azt gondolom, hogy ez egy érdekes lehetőség lehet. Egyébként ennek az oldalnak lesz most egy presale, ami nem lesz más, mint a Collect Coin. Tehát, ha még részt szeretnétek venni, akkor 14 napotok, 21 órátok és 52 percetek van arra, hogy itt részt ebben a presale ben akkor, hogyha érdekelt titeket ez az oldal. Az gondolom, aki érdeket befektetésekben annak érdemes néha diverzifikálnia is, akár mondjuk ilyen cikkekben is, mint például órák vagy különböző olyan limitált szériás divacik, amik itt az értékben az a következő időszakban feltehetőleg fel fognak menni. És akkor uh, ugorjunk is rá a bitcoin árfolyamára, ami ebben a pillanatban megütötte a 44 000 dolláros szintet, ami azt gondolom, hogy végre egy egész pozitív hír. Amit ugye szeretnénk látni, az a 44 600 dolláros szintnek a megütése és az afölött való tartózkodása, de egyelőre azt látom, hogy nagyon uh, kezd életre kapni a piac, ami természetesen ideig, óráig tarthat, tehát nagyon remélem azt, hogy ez tényleg egy fenntartható emelkedés lesz, és nem csak egy hirtelen felkapott euforikus megugrás. Most mik azok a blokkláncok, amikre én kimondottam figyelek itt a közeljövőben, és mik azok a lehetőségek, amikre ugye már felhívtam a figyelmeteket, itt nagyon sok blokklánc van, amit nagyon szeretünk, de ami jelenleg a legtöbb újítást hozta, és a legtöbb érdekes, bikás információt hozta, az nem lesz más, mint az Avalanche. Beszéljünk kicsit akkor az Avalanche-ről. Az Avalanche az nem más, mint egy ethereum kompatibilis blokklánc ami egy olyan újítást hozott most, hogy kimondottan a gamingre és az alnetekre való fókuszt próbálja ö, kiemelni a következő időszakban. Ugye ez mit jelent? Ugye tudnom kell, hogy itt az elmúlt időszakban volt egy olyan summit, egy olyan csúcs találkozó, egy olyan konferencia, amit ugye az Avalanche fejlesztői ö, bonyolítottak le, és egy nagyon érdekes információkat hoztak olyan téren, hogy szeretnének különböző alneteken keresztül további blokkláncokkal is, felvenni a kapcsolatot. Tehát itt látjuk az első olyan ö, kooperációt, ami a Harmony One és az Avalanche között fog futni, és ez nem lesz más, mint a DeFi Kingdoms Jewel blokklánc, ami egyébként nagyon érdekes, hogy a DeFi Kingdoms Jewel ugye ö, mint gas fog ugye működni azon a blokklánc, ami a saját maga blokklánca lesz, tehát a DFK Chain-ként ö, elnevezett blokklánc, itt pontosan tudjuk, hogy ez számunkra mit jelent, tehát aki befektetett DFK-be, tehát DeFi Kingdoms-ba, az most itt az elmúlt napokban egy 40-50%-os emelkedést tudhat a magáével, ami egyébként azt mondtam még a múltkori videómban, egy nagyon rejtett DeFi lehetőség, és azt gondolom, hogy ez még korán sem volt semmi, hiszen maga a blokklánc csak március 30-ától fog indulni. Tehát ami itt nagyon érdekes lesz nekünk, az az, hogy hogyan fog reagálni erre a terjedése maga a Juve token, mennyire fogják ezt használni, és ami itt egy nagyon érdekes bikás hír volt, az nem volt más, mint azok a partnershipek, azok a szerződések, ugye partner szerződések, amiket kötött maga a DeFi Kingdoms, és amit itt kiemelte, kimondottan a figyelmet, vagy felhívta nagyon erősen a figyelmet, az nem volt más, mint a Coinbase és DeFi Kingdoms. Közöse. így segítve azt, hogy az emberek, akik esetleg nem annyira ismerik ki magukat a decentralizált hálózaton, már bankkártyával fizetve tudnak bekerülni és játszani magával a játékra a DeFi kingdom A DeFi Kingdom-zal ami azt jelenti, hogy egyre több pénz fog bejönni a blokklánc, az azt jelenti, hogy egyre többet fog érni a Jewel token magában. Tehát ez egy nagyon-nagyon bikás hír volt. Ezen felül látjuk azt, hogy az ilyen konferenciák alatt kötődnek ezek a partnershipek, különböző partnershipek lettek megkötve, tehát itt azt látom, hogy mindig az emberek, amikor elmennek a piacon nagy csönd, de akkor az ilyen blokkláncok a háttérben fejlesztenek, és azok a projektek, amik ilyenkor nagy lépéseket tesznek előre a következő felfutásoknál, igazán nagy figyelmet fognak kapni, és igazán nagyot tudnak előre ugrani. <kül> Tehát számomra mindig ez az érdekes, hogyha egy blokkázó fektetek be, akkor láttam azt, hogy az én időszakokban ők ott vannak a konferenciákon, ott vannak ezek a blockchain weekend Dubajban például a One platform is ott volt, és nagyszerű eladást tartottak, illetve különböző más lehetőségeket próbálnak kihasználni arra, hogy partnersipeket kössenek, vagy nagyobb felhajtőröt tudjanak kapni. Másik érdekesség ugye az az lesz, hogy a DeFi Kingdoms nem csak az subnet subnetjén fog működni, és ez az egyetlen egy bővülés lesz, hanem azt, ahogy ezt a Summitban is bejelentették, ugye ebben a videóban is bejelentették, amikor a linkét majd le a videó alatt, más blokkláncokkal is felszeretni venni a kommunikációt az Everlands, tehát én azt látom itt, hogy egy ilyen nagyon érdekes összefüggés lesz a Harmony és az Everlands között, illetve egyéb más blokkláncok között, tehát amire én nagyon-nagyon fogok koncentrálni, illetve figyelni, ami egy kicsit konzervatívabb befektetés most jelenleg, és közeljövőben majd valószínűleg nagyobb felfutást fog tudni kapni, lehet, idézőjelbe, nem tudom. Nagy valószínűséggel igen, az az Avalanche lesz. Ugye Avalanche szabnetjei nagyon hasonlók a polkadott paraláncaihoz is. Ugye a polkadott paraláncai jelenleg még nem adtak le egy akkora növekedést, mint azt mondjuk sokan elvárták volna. Én azt gondolom, hogy a következő időszakokban, következő hype -ciklusoknál a polkadott lesz az a projekt, aminek a paraláncai miatt felgyűlömlő likviditás meg tudná tolni az értékét, és vissza tudná ö, emelni a polkadotot oda, ahol volt, ugye itt 50 dollár és a fölé. Én azt gondolom, hogy itt korán sem szabad eltemetni ezeket a projekteket, ami az ember befektetett legyen, ez akár a Moonbeam, legyen ez akár az Akala, és az egyéb más ilyen és hasonló projektek. Tehát itt nagy türelmet kell szentelni az ilyen befektetéseknek, és higgyétek el, hogy a következő ciklusban ezeknek a fejlesztéseknek az eredményét is fogjuk látni. Tehát így összefoglalva az elmondottak alapján azt kell, hogy mondjam, hogy kifejezett figyelmet fordítanék most az emelens, hogy itt mit fog történni, illetve az alnetek, amik ugye ki fognak rakni, ezek a subnetek, itt elsősorban a DeFi Kingdomon lesz a fókusz, amiről egyébként itt folyamatosan szoktam a tagsági oldalon videókat feltölteni, és azokról a stratégiákról szoktunk beszélni, ami most 30-től érdekesek lehetnek, illetve azt látom, hogy itt különböző blokkláncok egymással való kooperáció miatt úgy látom, hogy itt ezek a mostani blokkláncok tényleg itt tudnak maradni, és fenntartó módon fogják átvészelni a különböző megpróbáltatásokat, és nagyon érdekes irányzatokba próbálják a fejlesztéseket finni, ami kimondottan a metaverse gaming szektort fogják ugye dominálni. Rendben, köszönöm szépen nektek figyelmet ebben a videóban, remélem, hogy érdekes információkat tudtam adni. Következő videóban fogunk találkozni, addig is legyen szép napotok, és sziasztok!